Na, hello srácok, sziasztok! Itt vagyok újra, folytatjuk, ahol abba hagytuk a sztorit majd, már is. Azt hiszem ott na, nem tudom már beszélni. Na, szóval ott fejeztük be, hogy a Xing, nem tudom, hogy Xing Ying, vagy fasz tudja, hogy mondják, vagy mi a neve, már nem emlékszek rá. Most valami ja igen, elmenekült, hogy ugye főzni akar, valami főzőversenyet akar egyik ilyen nőcivel. Na igen, na. Viszont előtte, amit látjátok, itt vagyok. Nyitunk. Van egy rakás ilyen... csillagom, Stardustom, vagy mi a franc ez. Aztán nyitunk ládát, viszont veszek ebből 20-at, mert ez... hát videó alapján láttam elvileg, hogy ezt jobban megéri venni, mivel hogy ez... ilyen csak eventes dolgok vannak, mind ilyen nem folyamatosan, és azok meg folyamatosan vannak, azok a többi cucc. Szóval ebbe veszek 20-at, aztán nyitunk 20 zét. Mert hogy ezek csak izébe vannak, így vannak. Igen. Everyone is working super hard. We should be too. Melyik kis volt ez az, ugye? Na. Igen, szóval, hogy ez... na ebb... ó, van itt ebből meg 5 darabom. Abból kéne venni még 3-at, és akkor tudunk nyitni egy ilyet is. Miért fogunk nyitni szerintem? Fegyver az így... hát, is tudom. Ebből nem nyithatunk elvileg... karaktert, ugye? Ja, de lehet karaktert is nyitni. Ingwang. Basszus. Na várjatok csak. Azt mondja. Már is, csak megnézem, hogyha veszek még abból mondjuk keveset. Shop. Nem tudom, hogy tudok-e, mennyi volt, van 5 darabom, 3 darab kell. Azt tökéletes, tudunk venni 3-at. Jó, akkor veszek még 3-at, azt tudunk egy olyat is nyitni. Na, ez most ilyen nyitogatós rész lesz. Szóval ebből tudunk nyitni egyet. És akkor ezt akartam megnézni, hogy ez mit ad. Igen, ugye ezekre van felnyomva a 100%, hogy megkapjuk. Viszont itt nézzétek. Bennett, Chongun. Mi? Ezek vannak csak. Ú, basszus, akkor másik lehet jobb is. Mona, Dilek. Ja, 5 csillagosak ezek. Item name, ja itt van Noel, Ningguang. Mi? Ez elég fura amúgy. Ja. Most jöttem rá, hogy így vannak a izék. Szóval két sorban vannak. Uvaj, hogy most jövök rá, már nem tudom hanyadjára. Jó, szóval ezekből lehet ezeket, Dilakiki, izék. És itt vannak még karakterek, ezeket ugyanúgy mind lehet elvileg kinyitni. És megint kiléptem abból a szarból. Na, akkor csináljuk, akkor legyen ez. Nyitunk egy ilyet először, ez olcsóbb. Noellest. És biztos elvileg kapunk igen egy epic szart. Ami nem tudom mi lesz. Reméljük valami jó dolog lesz. Igen, ezekből is, ezekből Masterless Stardustból is lehet venni cuccokat, csak nem tudom, hogy most ezt egyelőre nem költöm el, mert lehet, hogy jobban járok vele a tartogatón, mert akkor tudok talán izét majd csinálni. Ilyen fejlesztéshez itemeket is lehet venni. Barbara, az már megvan. Ezért kösz. Ennyi? Jó, hát a Barbara már megvan.
Aha, Activation Material, jó, szóval, ja, így lehet akkor szerezni a medált. Ezzel tudunk aktiválni a skilleket rá. Igen, a rest, ilyen dizét meg resources lehet vásárolni a shopból. Egyéb jóságokat tudunk venni. Ja, ez el is fogyott, látjátok? Ez el is tűnt. Jó, akkor azt már nem tudok nyitni több olyat. Viszont ezt mondja nekünk... Jó, hát akkor olyat nyitunk még. A fegyveres az... Várjátok, ezt nem tudom. Már megnéztem egyszer, de elfelejtettem. Szóval itt weapon van. Karakter. Itt is ugyanúgy lehet elvileg karaktereket. De a másik jobban tetszik. Na, mindegy. Ez. Csak ebből nyitunk 20-at. Vagy hát 10-esével engedi csak, de 20 lesz belőle. Remélem valami jót ad, mert nagy fasz kapok ezektől a dolgoktól. Annyi félek fegyvert, a javarész szar dolgokat ad amúgy. Azért éri meg csak 10-esével nyitni. Megint Barbarát kaptam. Nem hiszem el, bazzeg. Ezt a Barbarát nagyon nagy izé erőszakolja nekem. Hát, köszönöm. Jó fej vagy. Akkor még egyet, és most ne Barbarát adjál, mert itt kapok egy faszt. Csak ne Barbara legyen, meg felkasztom magam. Még egy kard, még egy... Ezek szarok mindegy szálig, de... És megint Barbara, hát gyerekek, én nagy fasz kapok tényleg, ez mi? Kurva karaktert nem kaptam, egy másikat. Kaptam Barbarát cserébe háromszor. Hát kösz. Nagyon jó, Barbarára van egy rakat. Szarom. Hát jó, akkor aktiváljuk ezeket. Legalább egy-egybe kerülne. Egy rakásom izé. Aktiválódik azáltal. Fele izét, ilyen skilleket felnyomtam. Jó, kész vagyunk. Attributes, vagy mi volt a talenteket? Igen, azt nyomta följebb. Skill attribútok. Hát jó, fegyvert se kaptunk, csak a Barbarára kaptam egy rakás dolgot. Na mindegy, legalább Barbarára adott. Ami jó viszonylag. Na, srácok, akkor beteszem az izét, ezt a küldit. Melyik volt? Present from the past. Ez lesz. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure. Azt hiszem ez volt, ugye? Itt lesz valahol. Igen, egy kicsit felfedeztem a mappot tegnap óta. Igen, ez lesz ez. Oda le kell menjünk. Tegnap óta, előző videó óta. Na mindegy. Akkor oda megfogjuk, azt elmegyünk szépen, ami 200 méter, jó. Szóval igen, egy kis felfedező túrát ezt itt tettem. Csak így gyengén. Kurva sok időt el... Vagy 5 órát elszórakoztam, nagyon... Nagyon el tudja ez a játék a... El tud vonni mind, hogy mondjam, le tud kötni nagyon. Legalábbis engem személy szerint. Nem tudom, mindenkinek más véleménye nyilván. De engem nagyon le tud kötni. Elég jó meg van csinálva szerintem, aztán... Ja. Ó, baszki, és oda... Megyünk egyet mászni. Nézd már, ezek meg jönnek itt közben utána. Ez micsoda? Ja, ez ilyen... Baszki, nem tudok célozni. Ez egy ládát ad. Mindegy, az is jó. Annyit lootoltam, az lett a kis idő alatt, amit játszottam, majd... Hát igen, elég sok mindent.
Meg fejlődtem is sokat a karakterekkel. Na, most már jóféle, jó helyen vagyunk. Itt kell bemenni. Itt, jó. Tökéletes helyen vagyunk, ja. Az igen, egy shot volt. Hú, hát akkor elég jók azok a cuccok, amiket rápakoltam. Igen, elég jó. Állj már meg. Na igen, most hát most annyit hallottam lényegében, hogy most már mindenkinek izé cucca van. Hoppá. Kék itemjei vannak mindenkiüknek. És van akinek van izé is. Már 4-es szintű az ilyen epic cucc-szerűség. Akár hogy már innen... Kell. Nem tudom, még erre nem jöttem rá, de hogy ez a virág pontosan mire kell, de szerintem ez is valami fejlesztéshez kell. Sőt, valószínű. Na, még egy ilyen szar. Jó, hát akkor menjünk be. 16-os szint, bőven megvan most 17-es, 18-osok a karakterek. Ja, látjátok. Szóval az is fejlődtem bőségesen. Elég sokat. Hát így nem viszonylag ne. Hát így a tórát jár, de... Hoppá, Xiang Ling. Meg fogjuk kapni akkor őt is valószínűleg. Reméljük. Asztarolt, ez nem is rossz. Srácok, ez kurva jó ez a karakter. Ja, ennek van láncsája, igen. De ez át tud dodzsolni a pajzson is. Passza meg. Ha ezt mindenképpen vele kellett csinálni. Az útját kéne megnézni, hogy az milyen. Ez elég jó azért is. Nem semmi azért ez. Elég fassa. Csak még neki nincsen jó fegyverem. Hoppá. Ha így is eltaláltam a pajzsát. Ez mi az, hogy nem találtalak téged el? Gyere köcsög. Nem van egy darabnak annyi. Ezt a köcsögöt meg el tudnám találni, de valami nem akarja beadni a hitet. Köszönöm szépen. Bet you can't keep up with me.
Merre kell? Föl kéne másszak, mi? Meg tudnám oldani másképp is, de akkor elolvasztam ezt a szárjeget. Hogy? Nagyon jó, irány fel! És megvárjuk, hogy töltsön a staminám. Oké. Okay. Itt a checkpoint. Így baszki, ott tüsik vannak. Az így marad most. Ezt nektek. Az út gyorsan kinyírja őket. Mindig jönnek. Nagyon gyorsan támad, az a jó benne. Az kell az irányba támad, az a szar. Ezeket már összegyűjtöm, ezeket a virágokat. Hi. Ilyen jégizék vannak, amik leesnek. Bet you can't keep up with me. Itt most jobb az ember, már azok a leulló szarok nem éppen jók. Vagy ha talibbe lőnek, az Xiangling, vagy mondjuk inkább ezt a nevet. Hát ő, mire megküzdök velük, ott nem talibbe talál simán az a szar. Könnyebb így az emberrel távolról lelövöldözni. Baszki. Ez is megvan. A virágokat nem hagyjuk itt, mert nem tudom mire kell, de csak értékes valamilyen szinten. Na, itt meg mi a franc van? Jajajajaj. Basszus, és ezt hogy akarjon megoldani? Ja, mindegyiket megcsinálja az a kis tosztaiska. Franzba már.
gyerek, hát ez szenvedés. Mi? Na, ultival kellett, aha. Bassza meg! Ez kicsit erős, azokat le kell lőni onnan róla. Ha látjátok, van rajta ilyen kis szar, amit ki kell lőni, gondolom. Elég így megküzdelni. Barbara nem igazán segít ezen, de villani legalább tudom a többieket. Sincs rajta ilyen szár, mindegy megölöm így csak. That went extinct 300 years ago. Wow! How is this one still alive after so long? Could be. I read that this boar was hunted to extinction because its meat was so highly prized. Condensate of jumbo cryoslime and extinct boar? Not one, but two priceless treasures! Right! Now let's get back to Springvale! Ah, legalább a ládát azt az ég. Hát nem igazán voltak benne olyan jó dolgok, de megérte. Jó, és akkor itt tudunk kimenni, mi? Hát nem kaptam meg a singlinget. Return to Springvale, meg lehet nem adja majd csak a küldi végén. Akkor megyünk ide. Azt megnézzük, mi van. Ja, bájátok, most lesz az izé verseny, gondolom. Amit itt beszéltek, mert hogy megvan most már az alapanyaga, aztán... Ja. Pontosan lehet, gondolom, majd most lesz. Kivel kell dumálni? Ups, ez egy könyv. Are you sure this is Springvale? Yes, for the millionth time, yes. But I don't know any of the people you're looking for. That is not possible. They all live in Springvale. They are my neighbors and friends. This is strange. What is going on?
is it? How long? Surely not hundreds of years. Does that really make sense? Lehet, hülyeséget mondtam. It all makes sense now that you're speaking my language. Still, it's hard to believe. But it doesn't seem like there's any other sensible explanation. Okay, so what's your... Olaf. Olaf? Oh, I'm sure I've seen that on my family tree. I can't remember which generation it was from, but it was definitely on there. So, a great-great-great-great-grandfather, but with a whole lot more greats? What an unusual turn of events! Reunited at long last! Isn't that just amazing? Olaf, do you want to come and watch a cooking competition? Ah, yes, that reminds me. Brooke told me about the competition, and I've set everything up at the venue. You should come with me. Na, igen, oda megyünk. A rútot elviszem. Hol vannak ezek? Fent vannak a hegyen? Mindenki. We're ready to cook. Are you? I was born ready. Oh, and Sigfria will be my assistant for the competition. Then let the cooking commence. I will be your judge today. And don't worry, I may have known Brooke for longer, but I will remain entirely impartial. Much appreciated. Well then, Traveler, Paimon, prepare. Wait. We're taking part in this too? Of course! If Brooke has an assistant, you guys will have to be mine. I'll need you by my side when the going gets tough. Paimon doesn't remember applying for that job. Okay, Paimon will do it for the sake of the food. Na, hát most már biztos, hogy akkor versenyezni fogunk. Problem is ingredients. We need something special to dress up the steak, but I don't have anything suitable here. I've got it! Radish is what we need. Mashed or grated, it'll add a touch of freshness. And we can carve little flowers out of it as a garnish. Two birds, one stone. Go find me a radish. There should be some in the area. Oh, and make sure you wash it because it's going straight into the dish. Let's wash the radish in the river. Jaj, várjátok, majd közben megy az zécsík, hú, akkor most igyekezni kell. Kell nekünk, ja, vissza kell vinni. Ajjaj, sietni kell, mert ők is zélődnek. Bring the fire down. It's good. Jó. Ugh, this is practically charcoal now. Oh, I'm gonna have to start from scratch. Also, I'm thinking our main is a little weak. We need to mix it up a bit. Make me a mushroom chicken skewer. And make sure it's got that ooh-la-la on the outside. Then it's just make it taste friggin' awesome!
Okay. I'm having food cutters. You're a natural. The meat is on track, but we're aiming for perfection here, and I just think it lacks a certain... A certain what? A certain... Boom shakalaka! Yeah, if I keep this, okay. Yes, definitely need some boom shakalaka! Or perhaps a little shakalaka boom pow! I just mean it would be a waste of such amazing ingredients to just serve this as is. Let me see... What would be ideal is some kind of regional specialty. Regional specialty? Yes, something that's native to this area but isn't often used in cooking. I don't care if it flies, crawls, or bounces. Even insects I can work with. Interesting choice. I'm sure I can make something of it. All right then. Thanks, you guys. Now show me what you got. Kiko takarjuk adni neki. Na. Szóval mi nem engedi. Hát akkor legyen gyík izéből. Nem az is jó. This was an excellent find, guys. Now, if you'll excuse me, Chef Xiangling needs to concentrate. But I'll be sure to annoy you again if I need anything else. It looks like Xiangling's main dish is almost done. Let's go and see. I almost forgot. Side dish. We need a side dish. Are you sure it's no trouble? Here, take this. I just scrawled it down at the last minute. And here are all the ingredients you need. Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Yes, with some minor improvements so it uses up the leftover ingredients from Liyue. This is so complicated. How are we supposed to cook this with no experience? The technique doesn't matter. What matters is that you do it with passion. That's what my father taught me. And you must be passionate about cooking if you've helped me this much already. I trust you guys. I know you'll nail this side dish. Confident. Oh, come on, this is the final push. Mm-hmm. Basszus, nem ezt akartam. Na megint. De akkor főzzünk egy ilyen üzét. Ezt. Ja, itt vannak, amiket gyűjtögettünk hozzá. Oké. Ennyi. Competition is ours. Kés, akkor elvileg már megvan minden, most már csak a végeredményt kell megvárjuk. This was a fine feast. I have dined today like I have never dined before. Both chefs' dishes today were nothing short of exceptional. They were true masterpieces. And that is what makes this an extremely difficult decision. But, this is a competition, and there can only be one winner, and that winner is... No? Xiangling! Hoppa! I win! I thought I was sure to win with pork chops so fresh they were practically still grunting. But, it turns out that's still no match for the taste of extinct boar. Excuse me? Did you say this was cooked from extinct boar? Yep, every last bit. My goodness, a single mouthful must be worth 100,000 mora. The amount you'd make if you sold this could support every hunter in town for years to come.
was that you enjoyed eating it. I don't care about the mora. Anyway, now our judge has given his verdict, it's time for everyone else to eat too. I made plenty! Meanwhile, I want to try Brooke's dish. Mmm! This is absolutely delicious! I'll admit it, I was beaten by the best. Losing is no fun, but it was worth it for the chance to eat such superb cooking. Please, Shanling, want some more? This is gorgeous too! Such a perfectly layered texture! Were it not for that exquisite boar and excellent side dish, it's hard to say if I still would have won. Most a kajának az összetételére, meg a ízére, meg ezekre beszélgetnek. I will have a taste too. Oh, my, oh my! This is the taste of Springvale! Or rather, it used to be. This is the last time I will be able to taste the food of my era. Hey now, cheer up! If you like the taste, I can always make you some more. Really? But the boar, it's extinct. The boar may be, but the taste isn't. I can simply recreate it using different ingredients. Putting a smile on customers' faces is what we chefs are called to do. Thank you. A good time was had by all. But everyone's gone now. Let's go and say goodbye to Xiangling. Micsoda? Ja, itt van Shangling. Shangling, most megjegyzem. Itt az új boss, közben mutatja. Oj, ott van egy gyűjthető szar, azt nem baj, összegyűjtem, mert azt... Azokat muszáj összegyűjteni, mert rohadtul értékesek azok a kis szarkövecskék. Itt is felmászunk. Aha. Jó. Azt onnan kell oda menni. Ja, ilyen szél cuccok köszön. Hol a több ilyen? Ja, ott vannak. Kell lenni még egy harmadiknak valamelyre. Csak hogy hol, az valószínűleg mondom itt lesz. Ott van bent, aha. Ja jó, ezt rosszul csináltam. Rossz a sorrend, így kell. És megvan mind a kettő. Ja, várja, ja, itt van, jó. Azt hittem, nem bírtam összegyűjteni. Jó. Na, akkor irány Shanglinghez, még belefér az időnkbe. Durván úgy csinál mindig, hogy egy órás részek legyenek. Ja, de ezeket még unlokkolom, ezt a néhány cuccot. Oké. Jó, és akkor menjünk oda. Itt a Kar Shangling. Without your help, I don't know how it would have gone today. And without you, Paimon wouldn't have gotten to try so many new tasty snacks. Also wouldn't have gotten so full. Not sure. I'll probably start heading back to Liyue, but I might change my plan on the way. I don't like to plan things too thoroughly. Who knows? Maybe you'll bump into me out in the wild again. Xiangling's gone from Boom Shakalaka to Hakuna Matata. You are a gifted chef. You made an amazing batch of jade parcels. Come and visit me at the Wanmin restaurant sometime. I did promise I'd cook for you. And if you want,
I'll teach you how to cook some of my latest inventions, too! It's a deal! See you again soon! Quest completed, no! Itt a közönk is volna. Na, mi van még nekünk? Ezek sidequestek. Van egy ilyenünk. Ja, find Lisa in the library, akkor csak oda be kell menjünk a könyvtárba. És akkor megnézzük ezt is, hogy itt mi van. Van a könyvtár? Ah, ott van Liza. Úristen, annyi könyv van így gyerek. Ezeket mindössze egy gyűjtöget. Azt nem tudom még, hogy ezeket miért mindjárt oda megyek, srácok, csak ezeket a szarokat összeszedegettem, hát ha. Ki tudja, aztán kell még. Vagy nem tudom, mi értelmük van ezeknek könyveknek. Erre még nem jöttem rá. De lehet máshol is gyűjtöget, nem csak itt. Itt mondjuk nyilván van egy rakás, mi meg könyvtár. Úristen, mennyi könyv van itt. Íh, na jó. Menjünk a Lizához most. Nem fogom ezeket mind összegyűjtögetni, mert... ez majd... egyesével. If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. More refreshing than a strong cup of tea in the afternoon. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? So, did you have something you needed? Or did you just come to see me? Nincs, csak téged akartak. Oh, a smooth talker. Not what I was expecting. So, Miss Librarian, got any books to recommend? Recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the restricted section, which we're not currently lending out. What's with your ominous tone? Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat Travel Guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Ooh, sounds like it could be helpful. Do you think we could take a peek? I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Oh dear, that's unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. I really wish people would just return their books on time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot more electrified? Such a pain. I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Teyvat Travel Guide sooner, you'd better come with me. Lisa seems really scary right now. Paimon thinks it would be best if you answer her. You really are such a considerate cutie. Let's see. First, we can go to... the souvenir shop. It's called With Wind Comes Glory. So, let's meet there shortly. Yo, Salamis... Travel... Troubles, Hamburg. Na, lényegében most az a lényeg, azt kell csináljuk, hogy a könyveket, amiket nem hoztak vissza, kikölcsönözték,
azokat kell igazándiból, úgymond. Értitek, vissza szerezni. Basszus. Na jó, összegyűjtem a könyveket. Hát. Hát nem tudok fölmászni. Jó. Megoldom másképp. Ezek minden 4 csillagos könyvek, nem tudom mi a lényege. Nem ilyen valami jó szarú dologra használható. Vagy lehet így lehet megtanulni izéket, hogyha ezeket összegyűjtem, ezekből kapom a... A... Mi a nevét? Az ilyen voice line-okat talán? Ja nem, achievementet kunokkal. Mindegy, az is jó. Hoppá, itt. Valami csillagot, vagy rosszul láttam. Lehet csak kézzel öttem. Na mindegy. Ott van még egy dolog. Oké. Okay. Elvileg meg vagyunk. Jó, akkor megyünk föl, és meg megnézzük, hogy a Liza mit akar ott. Nála a szuvenírboltnál. Liza. Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Hello, Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. Oh, is that how you see it? I suppose there's nothing wrong with that. At your age, these kinds of fleeting fantasies are normal. Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Liza. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion? Yes, yes! Let us pick! Oh, my fast, take a look. Sure to be something sell love. Choose a gift for Liza. Bloomers. This pair? Soft, puffy, and very comfortable. Yeah. Certain to make a little girl, well, in this case a woman, look quite adorable. After all, they're the same kind worn by toy dolls. They're practically a badge of cuteness. Bloomers? I'm sure to attract some strange looks if I dress up like a small child in public. Do you have some strange hobby you're not telling me about? Are you sure? You can't change again once you've made your mind up. Can't change again once you've made your mind. Nem akarom azt a boomst. Akkor mást kérünk. Voodoo doll. Voodoo babát? Minek? Megnézzük ezt is. This is a historical relic retrieved from some ruins by one of the Adventurers Guild. Sure, there's a bit of wear and tear. But this thing in the painting must be well over 1,000 years old. Though it doesn't make much sense to me. My goodness. This is one of the 3 lost scrolls that make up the Northern Border Wind investigation. What is it doing here? You sure? Can't change again once you've made your mind up. Megnézzük a többit is, amiket ad, jó? Akkor megnézzük ezt a voodoo dollt. This is the toy doll I was talking about earlier. Doesn't she look lovely in those shorts? Hmm. It does look a little bit terrifying, doesn't it?
I wonder if you could find some other use for it. Voodoo doll? Have you lost your mind? What could I have possibly done to deserve this? You sure? Akkor nem ezt kérjük. És mi az utolsó? Ezt nem tudjuk mi. Ez a maybe later. Hát akkor legyen ez a... Ragador. Várjál, itt van egy új. You're asking me? I feel like Lisa is the well-educated type. Ah, that's right. I heard she enjoys items of historical interest. Rusty sword. Na most már mutatja. This is a new arrival. It took 3 adventurers to carry this big boy back from the ruins where they found it. It comes with a lot of history, as well as a lot of weight. Hát akkor ez biztos, hogy jó lesz neki. You do have strange tastes. If this is your way of saying you want to be my knight in shining armor, I'd rather you just say the words instead. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Legyen ez. I suppose it's not completely useless. I'll let Razor borrow it when it's time for his enhancement training. Hát akkor lehet még se ez a legjobb. Goodness, is that the time? Akkor az a másik jobb lett volna. Marjorie, one last thing. About the legend of Vanessa. Oh, so you're a fan of the gallant lady Vanessa too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the great lady herself. Hmm. Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue. Even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put 2 and 2 together as soon as I saw you here. Here you go. Sodadja? Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be, Lisa. Let's go and find the next overdue book. Majori. Na, srácok. Még ezt itt megnézzük. Welcome to Good Hunter. Table for 2? 3! Oh! My apologies. Please sit wherever you like, and call me over once you're ready to order. So, we're gonna eat first and bring up the book situation later? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? Work is that bad, huh? Na, Sonya. Order a dish. Oda kell neki adnunk egy valami kaját. What does Lisa like to eat? She's been here a few times with Master Jean for afternoon tea before. I think she normally orders something vegetarian. A lady tends to eat cautiously on account of her physique, after all. On that note, I should probably be watching my own diet a little more. Regarding Lisa tasting food. What does Lisa like to eat? She's been here a few times. Lady. Jó, hát akkor valami vega cuccot veszünk neki. Quite busy recently. Jó, can I get food? Azt mondja, fried eggs. Tea break pancake. Süti. Fisherman toast. Hát nem tudom, srácok, hogy most így... Akkor vegyünk, nem tudom, melyik kell neki. Valami vega kaja kéne, de hát nem tudom, hogy most olyan mondani. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Steak, ja, itt vannak. Northern smoked chicken, radish, veggie, soap. Igen, most meghalt a játék. Hello, köszönöm.
Akkor a vegyi szópot. I imagine that making a good vegetable soup takes good quality ingredients, cooked in the right order, at the right heat, for the right length of time. At least, those are the principles that apply when one is making potions. But from what I've heard, soup making was a popular pastime among the witches of the past. You sure? Can't change again once you... Jó, ezt kérjük. Finished ordering? Sit here, let's dine together. Ez jó lesz neki, mert ez vega leves. Meg itt mondott ilyet is, hogy a izéknek jó tesz. Sit down and... Jó, hát akkor leülünk. A fine choice. I'm pleasantly surprised. A truly enchanting dish. Certainly a good fit for a witch. I am simply brimming with elemental energy after that. Paimon, so full. Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called work. Let's have a little chat with Sarah about her library book. Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the boar princess. The boar brisket? I'm sorry. I think we took that off the menu. She means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even had it. I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay, then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. It's been getting quite busy recently. Jó. Na, srácok. Igen, innen folytatjuk. Szerint, hogy ez még be... Jó, ezt még megnézzük. Nem tudom, hogy hány ilyen könyv... Még ha ez az utolsó, akkor ezt megcsináljuk. És hogyha lesz még, akkor majd ezt a kövi videóba. This is our final call for the day. Na, ez az utolsó, elvileg. Welcome. Couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for you. Yes. Now, which book was it that has the line, a date without flowers is a date without romance? Legyen ez. Why, it just so happens that I would, my kindest cutie. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Na, most virág kell neki. Ibekis. Jó, akkor dandelion. Dandelions are one of our classics. And a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. They're a nuisance to care for. Perhaps Miss Flora likes the sense of floating away to a faraway land that the dandelion evokes. Come to think of it, Miss Flora herself gives people the same impression. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Jó, akkor most megnézzük, mi van még. Mist flower. Mist flowers? Over there in the corner. But don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? What an unusual choice. It's just that Lisa seems to use electro quite a lot. Things could get a little bit dangerous. You sure? Can't change... Jó, hát ez biztos, hogy nem kell. What does Donna think? You want my help? I don't know if I have the best taste in flowers. Why don't you go ask Miss Flora, the shop owner? I couldn't help but notice the flower on Miss Lisa's hat, though. I think it's a rose. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? These roses were bought from a traveling merchant a few days ago. Miss Flora thought maybe someone would like them. This is the only bunch. You sure? Can't... Some flowers for Miss... Még van egy. Hát nem tudom, hogy most melyik legyen. You want my help? I couldn't help but notice the flower on Miss Lisa's hat, though. I think it's a rose? Some flowers for... Jó, hát akkor legyen a rózsa. These roses were Miss Flora thought... You sure? Can't change again when... I can see you put a lot of thought into this. Have you ever heard of the Witch of Purple Rose before?
I thought that after returning to Mondstadt, I wouldn't have the chance to see fresh roses again. This seems like a good sign. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. Mert érdekes, hogy senki nem tudja, hogy pont a könyvek miatt vagyunk itt. The Pale Princess and the Six Pygmies. Ring a bell? Oh, yes. Well, what happened was... Oh no, what am I gonna do? I lost the book. A while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library. But I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it. It should have been there, on my bedside table, right where I left it. Uh-oh. That Lisa does some crazy things when she gets mad. I heard that. Well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be 10 times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy! Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie. I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Oh, Paimon's got it! Use your elemental sight to look for clues! Jó. Atya Isten. Na igen, itt van a clue. Szóval ezt kell majd csináljuk. Jó, hát srácok, akkor innen folytatjuk a következő részbe. Csak azt nézem, hogy most ez... Igen, most a körbe vagyunk benne. Jó, hát akkor innen folytatjuk. Következő részben találkozunk, ugyan innen folyt, köv, addig is szevasztok.